Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk Szepesi Tibor, Karcagváros polgármestere. Üdvözlöm, polgármester urat, és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jó napot kívánok, üdvözlöm a televízió nézőket, köszönöm szépen a meghívást. Milyen célkitűzésekkel indult az idei év, melyek a legfontosabb feladatok? Nagyon sok feladatunk van, természetesen a legfontosabb az, hogy azokat az elért eredményeket, amelyet az elmúlt években, évtizedekben sikerült Karcag stabilitása, fejlődése érdekében megvalósítani, ezeket továbbra is biztosítani tudjuk. Tehát egy olyan költségvetést kell összeraknunk, amely mindazokat a célokat, amelyeket ezelőtt megfogalmaztunk, ebben az évben is tudjuk folytatni. Folytatni kell azokat a fejlődéseket, fejlesztéseket, amelyeket az elmúlt években elkezdtünk. Be kell tudni fejeznünk azokat a beruházásokat, pályázati szempontból fontos eredményeket, legyen ez akár egy rendezvény, vagy akár egy építkezés, amelyek megkezdődtek, és hát természetes, hogy elő kell készítenünk azokat a következő projekteket, lehetőségeket, figyelemmel kell kísérnünk a mindennapi életben megjelenő problémákat, hiszen látjuk, hogy van, amelyek szükségesek ahhoz, hogy Karcag maradhasson. De azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy működtetni tudjuk stabilan az intézményrendszerünket, és azokat a munkahelyeket meg tudjuk védeni, amely ahhoz szükséges, hogy a családok boldogulása, a fiatalok városban maradása, visszaköltözése folyamatos tudjon maradni. Polgármester úr már érintette a költségvetést, ilyenkor tárgyalják. Melyek a legfontosabb irányelvek? Hát amelyekről az előbb is szóltam, tehát hogy stabil maradjon, hogy azokat az egyensúlyi helyzeteket meg tudjuk teremteni, amely a kiadási és bevételi oldalon is stabilitást mutat. Nem könnyű feladat, és hát nyilván ugye azokat a kötelező feladatainkat, az intézmények működését, ahogyan mondtam, a munkahelyek megvédését tudjuk biztosítani, és ezzel együtt természetesen azokat a pályázati forrásokat, azokat a fejlesztési forrásokat stabilan és jól tudjuk felhasználni a város érdekében. Számos beruházásfejlesztés történt 2022-ben, ahogyan szoktuk mondani, mindegyik a maga területén kiemelkedő és nagyon fontos. Mégis azért lehet kiemelni belőlük a legnagyobbakat, melyek voltak ezek, és tekintsünk a 2023-as évre, hogy melyek ott a lehetőségek, milyen projektek elé néz Karcag. Ugye az elején vagyunk egy top pluszos pályázati ciklusnak, és folyamatosan érkeztek év végén, illetve év elején is azok a hozzájáruló nyilatkozatok, azok a támogató okiratok, amelyben biztosít bennünket a kormány, illetve az eljáró hatóság arról, hogy ezek a források rendelkezésünkre állnak. Azokat az elképzeléseket, amelyeket benyújtottunk, szerencsére szinte kivétel nélkül támogatásra érdemesnek tartották, így megérkeztek ezek a támogató okiratok, ahogyan mondtam is. Ha egy picit visszakanyarodunk az év végéhez, ugye láttuk azt, hogy a rezsi árakkal azért minden település megküzdött azoknak a problematikájával. Ugye látta ezt a magyar kormány is, ehhez megkaptuk azt a támogatást, amely segít abban, hogy ezt az évet egy kicsit optimistábban tudjuk elkezdeni. Tehát az a kormánytól érkezett 247 millió forintos támogatás, amely a rezsi költségek kiváltásához, segítéséhez járul hozzá, azért nagyban hozzájárul ebben az évben, hogy egy stabil költségvetést, vagy stabilabb költségvetést tudjunk összerakni. Ha ehhez hozzátesszük azt a rendkívüli támogatást, amely a különböző önkormányzati viszmajor helyzeteket segítette, ez is évvégén érkezett meg, amely további 37 millió forint kormányzati támogatást jelentett, és hát örömmel vettük azt is, hogy a sportállamtitkárság köszönhetően annak a beterjesztésnek és beszélgetésnek, amelyet államtitkár úrral folytattunk, egy további 30 millió forintos támogatást jelentett a sportcsarnok üzemeltetésében, amely azért nagyon sok száz gyermeknek, sportolónak a mindennapos edzés lehetőségeit, verseny lehetőségeit biztosítja. Tehát ez a közel 300 millió forint, ez azt jelentette, hogy nem kell hozzányúlnunk olyan tartalékokhoz,
amely a későbbiekben is szükség esetén mobilizálható a különböző akár pályázati önerők felhasználásához, akár pedig önerős fejlesztésekhez. Ha ehhez vesszük hozzá azokat a top pluszos megnyert pályázatokat, akkor több milliárd forint fejlesztési lehetőségről beszélünk. Ezek csapadékvíz elvezetésben, útfelújításban, intézményi rendszerek fejlesztésében, a fürdő fejlesztésében és rendezvények megtartásához járulnak hozzá. Tehát én úgy látom, hogy akár ebben az évben, akár a következő években, hiszen azért egy-egy ilyen pályázat nem egy évre szól, hanem egy pályázati ciklusra, maradnak azok a lehetőségeink, amely a város fejlődését biztosítja hosszú távon. Ha ehhez hozzáveszünk azokat a magánerős fejlesztéseket, gazdasági társaságok beruházásait, akár az iparterületen, akár a különböző szolgáltatások területén, akkor azt látom, hogy egyre vonzóbb és egyre nagyobb érdeklődésre tart számot Karcag. Ütemesen halad a Ligetúti sporttelep, illetőleg a milánói pavilon és környezetének az épülése. Hol tart jelenleg? Ugye két olyan turisztikai sport szabadidős fejlesztésről beszélünk, amely önmagában is egy óriási lehetőség a városnak. Mind a kettőről azt tudom elmondani, a kivitelezővel való folyamatos egyeztetések napirenden vannak, és ezek az egyeztetések azt mutatják minden híreszteléssel ellentétben, hogy ütemesen az előre eltervezett ütemtervnek megfelelően halad. Tehát nem kért a vállalkozó határidő hosszabbítást, és én azt látom, legalábbis a napi megbeszélésekből, a heti kooperációs egyeztetésekből, hogy nincs is szándékában ezeken a határidőken tolni. Ugye nagyon nehéz megítélni kívülről, akár kerítésen kívülről is azt, hogy halad egy építkezés, hiszen nem mindig a külső az első, hanem nyilván belül is kell építeni. Ugye az időjárási viszonyok most ott tartanak, hogy elsősorban a benti munkálatokat tudják elvégezni, és hogyha a milánói pavilon építésénél maradunk, akkor ugye ami a föld felett van, és látszólag ugye mindenki rátekinthet és látja, hogy hogyan halad, az nem a valóságot mutatja, hiszen a föld alatt, a pince részben, ahol a különböző kiszolgáló részek, a vizes blokkok, az irodák, a ruhatár, és még sorolhatnám tovább azokat a helyiségeket, amelyek ugye nem látszanak, mert lent vannak, azok gyakorlatilag a készültségi fokuknak megfelelőek. Már lassan a felszerelések is bekerülnek, amik kívül ugye még csak azt látjuk, hogy maga a héjazatnak az építése zajlik, de ezek ütemesen összehangolva működnek, tehát én bízom abban, hogy továbbra is kedvező lesz az időjárás, és a jövőben sem kell határidőt módosítani, tehát minden az elgondolt terveknek megfelelően halad a pavilon építkezésénél. A sportpályáról ugyanezt tudjuk elmondani. Szerencsére az időjárás nem gátolta azt, hogy a betonozási folyamatok is mehetnek, hogy egyre inkább nőnek ki most már látványosan azok az épületek, amelyek nem csak az öltözőt biztosítják, vagy a műfűves sport csarnokot biztosítják, hanem most már az egyéb kiszolgáló és vendégfogadó területek is látványosan épülnek, utána pedig hát nyilván ott is a belső munkálatok fognak zajlani. Tehát én bízom abban, hogy itt sem kell akár az időjárás, akár egyéb különleges okok miatt módosítani a 2024 tavaszára tervezett átadását a sportlétesítménynek. Pályázatok kapcsán már beszéltünk a programokról, 2023-ban és akár a közelgő programok kapcsán is beszélünk róla, hogy milyen lehetőségek elé néz a város, milyen események kerülnek majd megtartásra. Ugye a nagy rendezvényeinket mindenképpen szeretnénk ebben az évben is legalább ugyanolyan színvonalon, mint ahogy azt a nagy közönség megszokhatta. A Kolbásztöltő Fesztiválnak már megjelent az előzetes plakátja, én azt gondolom, hogy egy nagyon jó programot sikerült a szakembereinknek összerakni. Már tudjuk azt, hogy a Birkafőző Fesztivál nagy vonalakban hogyan fog lebonyolódni, tudjuk a fellépőket,
tudjuk a következő rendezvénynek is a fellépőit, az elképzeléseket, nyilván még folynak a tárgyalások, tehát addig nem lehet bejelenteni. Úgyhogy én biztos vagyok abban, hogy a forrás rendelkezésünkre fog állni, ennek a nagy része már azért, ahogy jeleztem is, úgy néz ki, hogy rendben van, és biztos vagyok abban, hogy minden olyan nagy rendezvényünk, a kolbásztöltő fesztiváltól egészen a város napja, vagy a traktoros versenyig méltóan fog ebben az évben is lebonyolódni. Mint ahogyan a nemzeti ünnepeink, megemlékezéseink, gondoljunk itt a nemrégiben lezajlott Magyar Kultúra napi rendezvényekre is, hasonló minőségben és méltóképpen fog megrendezésre kerülni. Vannak olyan elképzeléseink és vannak olyan megkereséseink, ami további rendezvényeket jelent. Itt folynak a tárgyalások különböző fesztiválok városba kerülésével kapcsolatban. Én bízom abban, hogy eredményesek lesznek, és erre is megtaláljuk azokat a forrásokat, amelyek egyfajta újabb élményt jelenthetnek majd a karcagiaknak. Polgármester úr, hogyan látja a jövő Karcagját? Ezt már a múltkor is próbáltam megfogalmazni, hogy nagyon nehéz, hiszen az ember Karcagon élte le életének javarészét, most már én is elmondhatom, ugye itt nőttek föl a gyermekeim, és hát nagyon bízom abban, hogy az unokáim is ebben a városban fognak felnőni, vagy ide fognak hazalátogatni, és jól fogják érezni magukat. Én azt remélem, és ezért dolgozunk, hogy egy dinamikusan fejlődő, élhető, egy kedves vidéki város legyünk, ahol jó megállni, ahova jó eljönni, és ahol az itt lakók jól érzik magukat. Polgármester úr, köszönöm az interjút. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra.